Jó napot, sziasztok! Egy rendkívül különleges helyre kalauzoljuk el magunkat és titeket. Ez nem más, mint a Zirci Ciszterci Apátság könyvtára, ami fent van a második emeleten, úgyhogy oda megyünk most. Üdvözlöm, Sárfi Lajos, és megköszönjük, hogy egy gyors tárlatvezetéssel elvisz minket, vagy legalábbis beszélgethetünk önnel a műemlék könyvtárról. Nagyon szíves. Melyikbe menjünk először? Hát szerintem kövessük a hagyományos látogató útvonalat, úgyhogy a kis terembetől. Jó, hát akkor nyissuk ki a csoda kapuját. És egy újabb illatbomba, ami megtalál minket. Egy kicsit körbe. Mi az, amire a legbüszkébb a könyvtár? Nagyon sok olyan van, több is van, inkább úgy mondom, hogy több is amire van, büszkék. Amire büszkék vagyunk. Ugye hát a könyvtárhoz hozzátartozik, hogy 70 ősnyomtatványunk van, ami az ősnyomtatvány azt jelenti, hogy 1500 előtt nyomtatott könyvek már, tehát ez egy 50 év termését, ebből nekünk 70 példányunk van, ezek közül sok olyan, ami Magyarországon egyedül csak nálunk található meg, de nagyon szép képes ábrázolásokat, hogy pontosabban szakmaiban fejezem ki magam, metszeteket tartalmazó könyvünk is van. Amik ugye metszetek, azok mindig növelik a könyvek értékét, meg hát egy egyszerű szemlélő számára is szebbé rázsolják magát a szörnyűségét. Metszetre térjünk egy kicsit, hogy pontosan mi ez, hogyha esetleg valaki nem tudja, hogy mi ez a metszet? Régen ez tulajdonképpen az illusztráció sokszorosításának a technikáját jelenti. Ugye kódexek korában egyedi képekről beszélhetünk, amikor a miniátor, a festő ezt felvitte tulajdonképpen, festékkel ezt a képet. Ez a nyomtatással már nem volt alkalmazható, ezért feltaláltak egy sokszorosítási eljárást. Szerintem mindenki ismeri, amikor falakba metszettek bele, véstek bele képeket, és aztán ezt kentek be festékkel, és tudták kinyomtatni. Ugye a fa anyaga nem olyan időtálló, mint a fémé, ezek később, hogy jobban sok, vagy hosszabban sokszorosítható legyen, többször sokszorosítható. Tehát a maga metszet tovább használható legyen ezt fémmel. Igen, és az fémlapokban pésték. Tehát gyakorlatilag úgy kell elképzelni ezt, mint egy ilyen játéknyomda. Igen, a mai fogalmi, vagy ma a nyomtatás talán ott a legkönnyebben megkapható. Megkézen fogható. Ott egy metszet, az nem metszet? Metszetes címlap. Metszetes címlap. Ugye a kiállítás kialakításánál kettős cél vezérel bennünket. Valóban az egyik az, hogy a kincseinkből, vagy az értékeinkből, a legnagyobb értékeknek tartott könyvekből mutassunk egy beállítást, de mellette különben az is, hogy jellemezze a könyvtár anyagát, úgy
így egyértelműen kikerültek ciszterci kötődésű könyvek, ugye ez egy ciszterci szerzetesi könyvtár, teológiát, teológiai túlsúlya, tehát ezt is igyekeztünk, de a világirodalom is jelen van természetesen, amit ugyanúgy bemutatunk. Évek alatt gyűltek fel ezek a könyvek, sok-sok év alatt. Tudunk erről valamit, hogy mondjuk az első könyv mikor került be? Tehát, amit ugye két szakaszra kell bontani egyáltalán az apátság életét, és volt egy középkori szakasz, aminek a török hódoltság vetett véget, és aztán 18. századtól újra alapult az apátság. Sajnos a középkori könyvállományból egy darab sem maradt fent, nem csak Zircen, ez ugye Kárpát-medencére is kivetíthető, ott a török kultúrság az bizonyos rombolásaját itt a kulturális téren is. Most jelenlegi állományunkból az első kötetek azok a 18. század elején kerültek be. Ugye akkor az építkezés munkálatait szilézai német ciszterciek végezték, és tudjuk bejegyzésekből, könyvekbe való bejegyzésekből tudjuk, hogy az első köteteket ők hozták magukkal. Messzi Sziléziából, Heidrichóból. Itt látható a legnagyobb, legkisebb. Igen. Ezt gyerekeknek állítottuk, nem csak a legnagyobb, legkisebb, a legrégebb is egyből, ami jelen van Szigetszen, ugye ez egy 1470-es ősnyomtatvány, Szent Ambrusnak a műve, és egy csodaszép kiadvány. Aztán nyomdászati különlegességnek számít ez a 9 nyelvű Biblia, és itt nem arra kell gondolni, hogy itt adva volt a Biblia szöveg, amit 9 nyelvre lefordítottak, hanem itt legrégebbi források, különböző nyelvű forrásokhoz mentek vissza, szedték össze, persze ezek még kéziratos források voltak. Tehát ha jól értem, akkor itt most arról van szó, hogy nem egy latin nyelvet lefordítottak, hanem megkeresték azokat az eredeti forrásokat, és az került bele. Igen. Esetleg még eltérés is van benne egyébként, vagy ilyen kutatás? Bizony, ezért nevezik ezt a kritikai kiadásnak. Ugye itt ez az orientalista csoport a 17. századból nem csak azt csinálta meg, hogy ezeket a szövegeket eredeti nyelven közölte, hanem mellette a korabeli tudományos nyelven latinul is a fordítást közölték, tehát igenis összevethető egyes nyelvvariánsoknál, hogyan alakult aztán a szöveg. És hát nem sok helyen látható egyáltalán az országban, illetve van meg ugye a Túróci krónika, Túróci János krónika Hungarorum-mal. Mi ezt is bemutatjuk a nagy érdemű közönségnek. Történelmünk egyik forrása bizony ez. Korára vonatkozólag pedig ez 1488-as Augsburgban kiadott ősnyomtatvány. És ott is van jelen az információ, tehát ha ide jön a látogató, akkor ezt az információt magába tudja szippantani. Igen. Ez egy olyan toll, amivel egyébként érni is lehet, vagy illusztráció? Illusztráció, inkább magam faragtam, és valószínűleg nem a szabályoknak megfelelően. És ez már pedig a világirodalom része. Tényleg szertálkozó tudást lehet meríteni csillagászattól kezdve humántudományokon át a hétköznapi élet fejtelmeit is be tudjuk mutatni, hiszen van olyan könyvünk, ami például a vidéki élettel foglalkozott, hogy egy-egy parasztgazdaságban hogyan kell sört főzni, hogyan kell ruhát varni, de a legalapvetőbb szakácskönyvnek is betudható, hiszen receptek is ott van. Ő mi? 18. századi atlasz, világatlasz, számos térképpel, ezek még
metszetek, rézmetszetek, rézmetszet és rézkarc vegyes technikájával készültek, és aztán később színezték is őket. A színezést az természetesen kézzel oldották még ebben az időben. Ez kézzel lett színezve? Bizony. Na ezért mondtam én, hogy rengeteg munka. Tehát nyilván van egy szellemisége, nyilván van egy mondani valója. Józan paraszt észre belegondolkodunk, akkor rengeteg sok munka ott nyugszik minden egyes ilyen jellegű korabeli könyv mögött. És én nem csak munkát tenném hozzá, hanem azt a szellemi terméket. Igen. Is, mert ugye a mai világunk is hiába vannak itt új információk, új tudományágok, ezek is a hagyományos régiekre épültek. Tehát ezt úgy kell látni, mint hogy a mai világunknak az egyik építő eleme, és ezt a szellemi terméket, ami itt van. Így van. Így van. Jó, menjünk át akkor a másik helyiségbe. Megint egy illatbomba. És egy látványbomba. És egy látványbomba. Így, ahogy mondja. Érdekes, egy kicsit melegebb, egy kicsit számomra laikusnak más stílust képvisel valamiért. Talán a sok, már ott is volt fa, de itt jobban megjelenik a fa. Igen, ott is volt, hogy ott is fapadós burkolat van. Igen. Ez a nagy, ugye a kis terem akkor nyílt meg, amikor ez a nagy terem betelt. Uh-huh. Mint egy 50 évvel későbben. Tehát az volt a második, ahol először voltunk. És meg ez bizonyos, hogy az nem annyira díszes, az a bútorzatot tekintve. Igen. És ott már egy egyszerűbb tőzsa bútorzat készült a 19-20. Század fordulóján, uh-huh. ami inkább a funkcionalitás szolgálta, még ez a nagy terem azért a funkcionalitáson kívül a reprezentációt is szolgálja. Maximálisan. Igen, és akkor itt van az a történet, hogy ugye ide beszállt egy nem ideillő repülőgép. Igen, akkor a történet az annyi, hogy amikor idejött a II. Világháborúba a francia, 1944. decemberében az orosz légvédelem meglőtt egy német vadászrepülőgépet, ami irányíthatatlanná vált, úgyhogy ide a könyvtár tetejébe csapódott be. És a motorja pedig a teremben is esett. Elég nagy károkat okozott. Ugye közvetlen a háború végén a szerzetesek helyreállították ezt a sérült tetőrészt, de már nem eredeti formájában, úgyhogy ha valaki eljön, akkor ezt is megtudja, igen. meglátja a vezetésünk segítségével. Mert hogy ez is a múltunk egy része, még akkor is, hogyha maga nyilván a könyvtár az nem erről szól. Múltkor beszéltünk erről is, hogy gyakorlatilag itt a bakonyfája volt ugye felhasználva. Talán, a sötétebb fa az, a legsötétes faanyag, ami egyedül ugye, ilyen sötét fa nincs Magyarországon, ez a magyarázat az, hogy ezt Dél-Amerikából szerezték be, ez a palisander fa. Szerintem ma ismert azért, mert ilyen színű festéket, pálcot is lehet venni. De különben tényleg a vakonyfájt használták fel, de érdemes az akkori fejjel gondolkodni, mert honnan máshonnan szereztek be volna nagy tömegű fát, mint környékről, hogy akkor a szállítás azért nem ilyen terrortukozó alatt, mint ma, úgyhogy ez csak racionalitás kérdése is volt. Hát ha racionalitás, ha nem, sikerült belőle egy olyan dolgot csinálni, ami aztán szem egy gyönyörködtető. Jó, őróla beszéljünk. Két glóbuszunk van, egy égömb, illetve egy földgömb. Ez egy glóbusz pár tulajdonképpen, hiszen ugyanakkor a méretű glóbuszokról van szó, ugyanaz állványon helyezkednek el, glóbusz párt alkotnak, és hát Magyarország legrégebbi glóbusz párja, ami megmaradt, ugyanis az 1600-as évek első felében Amsterdamba készítették ezeket. Már kimondottam mérő eszközöknek. Ez egy díszesebb kivitel, hiszen ezt utána elkészítették a gömböket magukat, utána a kézzel festették és lakkozták a tartóság érdekében.
ezt azért egy tényleg napi használatban lévő globusznál nem feltétlenül csinálták meg, hiszen ott nem a szépség, hanem a funkcionalitás volt előtérbe helyezve. Az egyik földön, a második égön, tehát az ég a csillagos eget ábrázolja, ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha ennek a gömbnek a központjában belül lenne a föld, és ezt lehet körülöttünk látni. Ugye hát kifordították természetesen, igen, a globusz külső oldalára került ez, mert láthatóvá kellett tenni, de ezt tényleg úgy kell elképzelni, mint hogy ott középen lenne egy kicsi pont, ami a Föld. Hajósok ilyet is használtak, gondolom. Természetesen használtak, hiszen azért a navigációjuk nekik elsősorban a csillagok útján történt. Van fent egy galéria. Fel lehet oda menni? Rendes turista forgalomban természetesen nem, de ilyenkor, amikor kedvet akarunk csinálni a könyvtár iránt, akkor szerintem érdemes, és hogyha megyünk. Személyesen nem is jutnak fel a látogatók, de egy képen. Jó, vizuálisan egy kicsit megmutatjuk, milyen ott fent. Azt gondolom, hogy fenn van egy ilyen galérián, és az épület talán még kisebbnek fog tűnni, de nem, épp ellenkezőleg van, hogy ugye felfelé is magasság, lefelé is mélység, bizony. Úgyhogy az egész monumentális. Talán innen még jobban, itt még jobban érzékelhető ez a 15 méteres beállagot. Igen. Nyilván az, amit ön itt csinál, mint munka, mint hivatás, ez valamilyen szinten hobbi is. Ez néha veszélyes is, mikor a hobbi a hivatására. Igen, egyébként ez biztos, hogy így van. Hadd kérjek valamit. Nem én tenném, hanem megkérném, hogy vegyem már ki egy könyvet, és lapozzunk bele. Na jó, akkor én itt látok egy viszonylag régebbi könyvet, aminek ugye különlegessége is van, hogy csatos könyvecske, gyönyörű reneszánsz, német reneszánsz bőrkötésben, ugye ezek a bőrök általában borjú bőrök, illetve disznóbőrök, és hát igen, a cím ez Vitae Res Gestae Sanctorum, tehát szenteknek a illetét tárgyalja ez a könyvecske. Látszik, hogy latin nyelvű természetesen, több kötetes, hiszen Thomas Primus, Colonia Agrippinae, tehát Colonia Agrippina, ezt költ jelöli latin nyelven, és hát egy Bernát Gualter nevezetű ember nyomtatta 1602-ben. 1602. Igen, és az első kötet, hogy itt gyorsan tovább olvastam, ugye januárban, illetve februárban ünnepelt szenteknek a életrajzi adatait tartalmazza, illetve a mártírokét, ahogy itt írja. És látszik is, hogy például itt van Szent Gregornak, Sanctus Gregoriusnak a legendájának a leírása. Ki tudja, ezek szerint akkor januárban ünneplünk. Egy-egy csoda mindegyik. És nagyon szépek. Szerelem ez valahol, nem? Ez fantasztikus. És akkor a kötés, hogy itt néztünk egy kimondott bőrkötést, ami tulajdonképpen itt is van egy kötés, ez
De ez is bőrkötés, csak ez az úgynevezett permanens kötés már, ugye? És ezek is mennyire változatosak, mert ugyanakkor mellé veszek egy tipikusan zirci kötésnek neveztem én el, mert ezt a 19. században átköttették veszprémi könyvkötőkkel, és hát nagyon jellemző rájuk, hogy ez a piros félvászon kötést használták, ugye itt a lap, a felőlapon pedig márvány mintázattal általában, sőt ugye a könyvkötők a Biblusirc feliratot, illetve feliratot is rányomtatták a könyvre. Akkor ez egy átkötött könyv? Ez már egy átkötött könyv, bizony. Még ez egy eredeti pergamen kötés, ez is 17. századból. Egy pillanat, csak megtapintom. Egy ilyen picit olyan lakkozott érzés van a másik könyv után, a másik bőrkötés után. Mert hogy a pergament az? Az is állott bőr, csak a kikészítési módja más, mint ezeknél a bőröknél. Ugye ez általában ezeket cserezték, cserzett bőrök, inkább úgy mondom, az úgy jobban hangzik. Míg a pergament is ugye a középkorban elsősorban írás írófelületként használták tartósága miatt, de más volt az elkészítési eljárásuk a két bőrtípusnak. A pergament, míg ez egy, mint a bőrcipőre kell gondolni, ez egy igen. Ez egy jóval keményebb anyag a pergament, merevsége van neki, tehát igazából nem tudták volna olyan felületeken, ami kíves, nagyon használni. Ha lehet egy személyes kérdés, hogy önnek a legkedvesebb könyve, mind a mellett tudom, hogy gondolom, hogy több is van, de van olyan... Van egy bizony, ez mindig az asztalomon van az irodámban, egy könyvecske, ami tulajdonképpen a karakterek, tehát a betűknek a történet, nem a írás történet, tehát a betűk történetét, hogy milyen különböző betűk léteztek itt a főnicei ABC-től, a körögön át, a hébenen át, és ezt mind ábrázolták gyönyörű rézmetszeteken. Nekem ez a 16. századi régi kiadványa. Kedvencem egyrészt azért, mert nagyon különleges, de utána néztem, és Európában is nagy ritkaság számban egy. Másrészt a szépségemet. Meg hát egy ilyen fajta tudással rendelkező embernek, mint ön, ez nyilván ez... Ez egy kuriózum. Így van. Ilyen hivatás tényleg egészen, már csak azért is egészen más, mert mondjuk egy asztalos befejező az asztalt, hazamegy, alszik egyet, és nyilván holnap folytatja egy másikon. Itt nincs szakasz, amit ugye le lehet zárni, mert ez a könyvtár itt van, itt volt, és reményeink szerint még itt lesz jó pár száz évig. Tehát nincs a munkának vége, arra akartam csak kiukadni. Tulajdonképpen az a munkánk, hogy ezt az állapotot így van. Egyik munkánk egyik része, hogy ezt az állapotot fenntartsuk, tehát biztosítjuk azt, hogy a látogatók, amikor jönnek, mindig ezt a pompázatos látványt tudják szemben.